tetteivel az élettankönyvét hagyta ránk, az őszinteségét, a bátorságát, a közvetlenségét. Példamutatóan elhivatott volt a határainkon túli nemzetrészek magyar közösségei irányába. Ezekkel a szavakkal emlékeztünk városunk 5 évvel ezelőtt elhunyt karizmatikus vezetőjére, Ács Jánosra, kopjafája állításakor. Ma is ezért gyűltünk össze ezen a szép adventi vasárnapon, hogy ráemlékezzünk. Méghozzá az ő templomában. Kérem, hallgassák meg Szabó Emőke, református lelkészasszonyt. Szeretett testvéreim, tisztelt művésznő, kedves vendégeink! Bot Péter Ákos, tudós erdélyi lelkipásztor, valamikor az 1700-as években azt írta, hogy Krisztusnak négyféle eljövetelére emlékezünk a karácsony előtti adventi vasárnapokon. Az a nap, amikor meggyújtjuk az első adventi gyertyát, arra emlékeztet, hogy Krisztus eljött közénk 2000 évvel ezelőtt. Arra emlékeztet, hogy igenis akkor beteljesedtek az ézsajási, zakariási proféciák. Arra emlékeztek, aminek történetét mindnyájan ismerjük és tudjuk, arra emlékeztet, amiről Pál olyan szépen ír a Tituszhoz írott levelében, amikor így fogalmaz, hogy akkor megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Ez Krisztus első váradalma. Az első adventi gyertya erre emlékeztet. A második arra, hogy Krisztus megérkezik minden emberhez az ő megtérése pillanatában, megtörténik az a bizonyos találkozás Krisztussal, aminek Istennek hála nem csak én, hanem sokan itt, ebben a körben, immár megajándékozottai vagyunk a hit kegyelme által. Ez a második adventi gyertya üzenete. A negyediké, amit a hitvallásunk úgy fogalmaz, hogy Krisztus majd egyszer eljön ítélni élőket és holtakat. Nem felejtettem el a harmadik adventi gyertya üzenetét, hiszen ezen a mai vasárnapon gyújtottuk meg, és talán vannak, akik tudják, akik velem együtt a tegnap Lesence Istvánon ott voltak, dr. Steinbach püspök úr előadásán, hogy milyen eljövetelről beszél a harmadik gyertya. Arról, ami biztosabb, mint bármi ebben a bizonytalan világban. Biztosabb, mint bármilyen ígéret ebben a világban az, hogy egyszer mindnyájunkért, hívőkért és hitetlenekért egyaránt eljön Krisztus. Eljön azért, hogy minden ember számot adjon, ahogy az ígében olvassuk, arról, amit ezen a földön cselekedett, akár jót, akár rosszat, akár tudomást veszünk róla, akár nem. Krisztus egyszer mindnyájunkért eljön. Csak az a kérdés, hogy onnan tovább hová vezet az út. Vas Albert azt írja, hogy minden embernek addig, amíg itt ezen a földön él, az alatt a néhány, 50, 60, 70, 80, 90 évtized alatt, minden embernek kell legyen egy feladata,
egy titkos küldetése, amely Istentől való. És az embernek az alatt a olyan gyorsan röpülő földi évek alatt egyetlen Istentől rendelt feladata van, hogy ezt a küldetést felismerje. És nem vár. Nem vár nagy dolgokat. Annyit talán, mint amit 5 évvel ezelőtt Ács János és barátai tettek, amikor elindultak Aknasz Latinára, hogy néhány óvodás arcára örömöt és mosolyt varázsoljanak. És amikor visszagondolok arra, hogy immár 5 éve annak, hogy ezen a szószéken a feltámadás evangéliumát próbáltam közvetíteni, akkor újra és újra eszembe jut, hogy azóta már hány embernek kellett vigasztalást mondanom. Azóta már hány embernek kellett hirdetnem a feltámadás evangéliumát. Amikor újra és újra eszembe jut a zsoltáros szerint megfogalmazott oly gyorsan röpülő idő, mert azóta, hogy ő elment, ahogy akkor fogalmaztam, hazaindult, és csak tovább ment, és ma így mondom, hogy Krisztus eljött érte, és tovább vezette, azóta azok a gyermekek, akiknek akkor, akik ott voltak, tudják. Valóban mosolyt sikerült varázsolni az arcára. Azok a gyermekek már az általános iskola felső osztályába járnak. Azokat a gyermekeket ő már nem ismerné meg. Ahogy ti sem, akik ott voltatok vele, mert felnőttek, de valami ott maradt. Valami, ami arról beszél, hogyha az ember felismeri az Istentől rendelt küldetését, legyen az bármi, kicsiny vagy nagy dolog, akkor már nem rémítő az az adventi 3. gyertya. Hogy Krisztus eljön, mert eljön minden emberért. Egy héttel ezelőtt egy csodálatos esemény volt ebben a mi kicsi szeretett országunkban, ennek a fővárosában. Egy csodálatos rendezvény december 8-án, aminek címe az volt, hogy 100 perc 100 emberért. Hiszen immár 10. jubileumi alkalommal került megrendezésre az a jótékonysági gála, amelynek bevételét 100 kárpátaljai nyugdíjas megsegítésére ajánlott fel a szervező. Egy nagyon törékeny, egy származására büszke, egy hazáját nagyon őszintén, tiszta szívből szerető művésznő, Beregszászi Olga, aki ma itt van közöttünk, aki a megkeresésünkre első szóra igent mondott, akinek már határon innen és túl nem kell bizonyítani, hogy életére neki is igazak Vas Albert szavai, mert hogy felismerte, és betölti az Istentől rendelt küldetését. Ő, aki itt van ma közöttünk, hogy együtt emlékezzünk egy 5 évvel ezelőtti napra, amikor ezen a vasárnapon nem csak rá, Ács János presbitertársunkra, barátunkra, polgármesterre emlékezünk, hanem elhunyt szeretteinkre, szülőkre, feleségekre, férjekre, testvérekre, talán gyermekekre, akikre ma úgy gondolhatunk reménységgel, mint akiknek az életében, újra mondom,
már beteljesedett a harmadik adventi gyertya üzenete. Ma imádkozunk egyben elhunyt szeretteink mellett, a művésznővel együtt, nem csak önmagunkért, városunkért, széttépett magyar hazánkért, azért, hogy a lassan elmúló 2013 esztendő végén is legyen reménységünk, és tudjuk elmondani, bármilyen az élet, bármilyen nehéz, akkor is én tudom, hogy velünk az Isten. Fogadjuk a művésznő szívből jövő szolgálatát szeretettel. Kikelet, berek száz felett,
elpusztul a határunkról a holló sereg. Levél volna, mondott parancs, írott levél, Pozsony népe jobb sort remé, Várod népe, Kismárk népe, Borostyán még nyit a télbe. Turul madár száj, sehol meg ne állj, fehér tollad hullására, minden magyar vár, lesz még kikelet, Kolozsvár felett, ha elpusztul a határunkról a holló sereg. Nem felejthetünk,
Mi nem felejtünk, nem felejtedünk. A dél harangszó hirdeti nekünk, s hirdetni fogja századokon át Nándor Fehérvár örök himnuszát. Hol voltak akkor, kik most ellenünk? Mi nem felejtünk, nem felejthetünk. Mi nem felejtünk, nem felejthetünk. Bár húsba kötve mind a két kezünk, de igazságunk élő és örök, a mélységből is messze menj dörög. Inkább, ha kell, egy szálig elveszünk, de nem felejtünk, nem felejthetünk. Inkább, ha kell, egy szálig elveszünk, de nem felejtünk, nem felejthetünk. Esküvel fogadjuk,
ezt a zászlót soha, soha el nem hagyjuk. Dalra, fiúk, dalra, zengjen a harsonok! Szabad lesz még egyszer magyarok szent onnan. Dalra, fiúk, dalra, zengjen a harsonok! Szabad lesz még egyszer magyarok szent onnan. Yeah, bye.
sem, hogy jönne már. Ott ránk egy icike, picike, mozi vár. Épp ezért hétre ma várom a Nemzetinél, ott, ahol a hatos megáll. De ott lesz ugye bár, ne sem, hogy jönne már. Ott ránk egy icike, picike, mozi vár. Épp ezért hétre ma várom a Nemzetinél, ott, ahol a hatos. Kicsikém, de csuda volt. Lent nyikorogtak a kerekek, felettünk nevetett a teli volt. S miközben a lovacskákban bukolt a gudánál, eloltott a még jó ajkacs a lámpán. Éjjel az omnikus tetején, emlékszel kicsikém, de csuda volt. S miközben a lovacskákban bukoltak gudánál, eloltottam égő ajkacs a lámpát. Éjjel az omnibusz tetején, emlékszel kicsikém, de csuda volt. Jöjjön el, ó Budára, egy jó tórós csuszára. A kerthelységben sromli szól, és ott lehet csak inni jót. Az asztal tarka barka, és rajta jó. Egységben sromli szól, és ott lehet csak inni jó. Az asztal tarka barka, és rajta jó a darka. És már az első csók után meglátja, te jó lesz ki Nóbudán. Váruk rád, ahol véget ér.
sose fél, ha nincs hely, ahol én.